Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adás vendége Bodó Zoltán, magyaróvári plébános. Isten hozott, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen, én sok szeretettel köszöntök mindenkit. A húsvétről fogunk beszélgetni, a húsvét reményéről, meg arról, hogy hogyan kellene ebben az időszakban és ezen az időszakon túl is mindent megtennünk azért, hogy jó cselekedeteink legyenek, jól éljünk. Úgyhogy egy kicsit erről most mesélj nekünk, hogy nagyon megérintett szerintem sokakat a halál szele. Sokakat úgy is, hogy most már unos-untalan mondjuk a Covidot, de azért ez még mindig egyrészt itt van, másrészt nem múltak el nyomtalanul ezek az évek, hiszen nagyon sok az érintett, akiknek elment hozzá tartozója. Most itt a szomszédunkban zajlik egy háború, ami nagyon közel van hozzánk. Ha csak heti egy híradást is megnéz az ember, akkor bizony megérinti a lelkét, hogy ez akár vele is megtörténhet, meg megérinti az a lelkét, hogy itt nagyon sok ártatlan áldozat, aki elment, akár fiatalok, akár gyerekek, de ha az idősekről is beszélünk, lehet, hogy még lett volna nekik több idejük, hogyha ez a háború nincs itt. Hogy lehet ezt feldolgozni, megélni, atya úgy, hogy közben valahol persze tudjuk, hogy ott van a feltámadás reménye, de mégis bennünk van a fájdalom, mégis bennünk van az izgulás, vagy az, hogy ez, ha most a háborút nézzük és a gyerekeket, hogy akkor ez most igazságtalan, vagy nem igazságtalan. Hogy lehet ezeket a mindennapokban átélni, megélni? Ugye itt az alapvető emberi tapasztalatot kell figyelembe venni, hogy igazából mindannyian tudjuk azt, hogy az élet ajándék. Tehát, hogy az életünk az ajándék, ezzel az ajándékkal élünk, és gyakorlatilag a halál az pedig egy érthetetlen valóság számunkra. Ugye mi ezt teológiában tudjuk azért, vagy teológiai szemszögből, ha nézzük, akkor tudjuk, hogy a bűn következménye a halál, és nagyon sok minden más, akár az, hogy az ember hajlamos a rosszra, stb. Ami gyakorlatilag valamilyen szinten a háborúknak az alapja is, hogy ugye a szeretetlenség, a békétlenség, ez mind a bűnnek a következménye. És olyan értelemben ezt viszont tapasztaljuk, de azokat a dolgokat, amit megtapasztalunk az életben, még mindig értelmetlenül vagy érthetetlenül állunk a halállal szemben. És amikor egyetlen egy olyan dolog van, amikor valamit megtapasztalunk, vagy valamit esetleg fölfoghatunk a halálnak a, mondjuk talán a lényegéből, vagy valahol, ahol értelmet kap a halál, az egyetlen egy a Jézus Krisztus kereszt halála. Tehát ott kap értelmet az egész. És hogyha a Jézus Krisztus kereszt halálára tekintünk, akkor pedig azt mondjuk, hogy aha, tehát Jézus azért halt meg értem a kereszten, hogy nekem életem legyen. Hoppá. Na most akkor megint visszatérünk az élethez. És ilyen értelemben, hogyha így tekintek a halálra, akkor, és azt mondom, hogy életem legyen, akkor el kell gondolkodni, jó, de mi az az élet? És ugye, hogyha az életről gondolkodunk, akkor legyünk őszinték, hogy az emberiség nagy része leszűkíti ezt az életet. Tehát leszűkíti 70, 80, 90, 100 év esetleg jó erőben, ha valaki van, ugye még a Szentírás is azt írja, hogy betöltötte élete napjait, 120 éves lett, és akkor eltávozott a földi életből, de gyakorlatilag, ha azt nézzük, akkor leszűkítjük az életet. Pedig számunkra az élet nem csak a földi életet jelenti, ez csak egy része. És itt jön az, hogyha azt nézzük, hogy a húsvét, mint ünnep, az élet ünnepe, akkor amíg karácsonykor azt ünnepeltük, hogy megszületik az élet a földre, addig ma húsvétkor azt ünnepeljük, hogy megszületik az élet, de olyan értem az örök élet, amely az Isten országában, az Isten boldogságában való élet. Csak ez egy nagyon sokszor felfoghatatlan, főleg ha az ember bele megy egy ilyen mókuskerékbe, hogy mondjuk gyerekek, az áldozatok, gyerekek halnak meg. Tehát ezt nyilván ebből ki lehet jönni, majd mindjárt elmondod, hogy hogyan, de hogy ezt mindig nehezebb megélni, nehezebb feldolgozni, nehezebb végig gondolni, hogy igen, azért mégiscsak 3 éves volt, vagy mégiscsak 5 éves volt. Az a helyzet, hogy emberileg ebből nem lehet kijönni. Tehát azért legyünk őszinték, hogyha beszűkül a mi gondolkodásunk. Be tud nagyon szűkülni. Be tud, igen.
De hogyha ez, tehát hogyha hagyjuk, hogy beszűküljön a gondolkodásunk, akkor emberileg nagyon nehezen tudunk ilyen. Mindig kell valamiféle segítség. A kérdés az az, hogy ugye hitembe tudok-e kapaszkodni. Tehát, hogy például egy halál pillanata, vagy egy halál egy közeli hozzátartozónak, vagy akár sajnos egy ilyen, ez még inkább érthetetlen számunkra, hogy ártatlan emberek halnak meg, és köztük gyerekek, stb. A háborúban. De akár csak a betegségekben ezzel szembesülünk, hogy ebben az esetben, hogy hol van az én hitem, hogy tudok-e hitembe kapaszkodni, és azt mondani, hogy Uram, hát ezt én nem értem, és soha föl nem foghatom, hogy mi ez, de biztos vagyok benne, hogy ez így jó lesz, hogyha ez a te kezedben van. Na és ez a bizalom. És a hit, hogyha egy átadás? A mindennapok igen. Átadása? Tehát gyakorlatilag mi a hitünk? A hit az azt jelenti, hogy ha valaki kimeri mondani azt, hogy hiszek Istenben, akkor igazán azt mondja ki, hogy maradéktalanul rád bízom az életemet. Maradéktalanul rád bízom az életemet. És hogyha ez a bizalom megvan, ez a rád bízom megvan, akkor valahol könnyebb elfogadni a dolgokat. Nemrégiben hallgattam, vagy olvastam, nem tudom pontosan egy ilyen történetet, hogy valaki elveszítette a gyermekét, és hogy kérdezés, hogy viseled? És akkor azt mondja, hogy nézd, hát nem könnyű elveszíteni egy gyermeket, de én hiszem, hogy ő jó helyen van. És ez látszott rajta, hogy ő tényleg hiszi azt, hogy jó helyen van. Hát ugye a Csókai András a legjobb példa erre, ő azért rendszeresen mindig orvos, ráadásul mindig elmondja, megvallja a hitét, tehát ő sokat beszél belőle is sokat beszél erről, és tőle is sokat lehet meríteni az ő gondolataiból. Ez egy nagyon tiszta gondolatokkal tudja ő megfogalmazni, és nem pap. Igen. Tehát egy teljesen úgymond kívülálló, de mégis egy tiszta hitű ember, aki közülünk való. Igen, hát gondoljunk csak meg, hogy az ő a saját tevékenységét, a mindennapjait úgy kezdi, hogy oda teszi az Isten elé. Tehát, hogyha ő képes arra, hogy elmondja, hogy egy műtét előtt imádkozik, és oda teszi Isten elé, és azt mondja, hogy nem én dolgozok, hanem az Isten vezeti a kezemet, na ez az a ráhagyatkozás, ez az, amikor rábízom magamat. És hogyha eljutok erre a pontra, ami egy folyamat, ami nem úgy történik, ha Isten megadja ajándékba, az nagyon jó, hogy egyik pillanatról másikra hívő lesz valaki, de a világtörténelemből kevés ilyenről olvashatunk. Viszont, hogyha valaki egy folyamat után elmegy, hát gyakorlatilag legyünk őszintén, erről szól a hitoktatás, erről szól a hitünknek a megélése, erről szól az, hogy vasárnapról vasárnapra elmegyünk szentmisére, hogy elmélyedjünk a mi hitünkben, akkor ez pont ahhoz segít hozzánk, hogy megértsük az életet. És megértsük azt, hogy az élet az nem 70-80 év, hanem az élet az az örök élet. A boldogság az az örök boldogság. És így kapunk mi értelmet a mi életünknek. Így lesz a mi életünknek célja. És nem az a cél, hogy mit érek el itt a földi életben, hanem hogy eljutok az örök boldogságra. És minden más, ami a földön van, azt én eszközként kaptam ahhoz, hogy ezzel éljek, és ezen az úton haladjak. Viszont a felkészülés az egy nagyon fontos dolog, hogy a mindennapunkat, mindennapjainkat, ha nem is úgy éljük meg, hogy akkor na, holnap meghalhatok, vagy délután meghalhatok, de azért ez benne van a gondolatainkban. Hogyan tudunk erre cselekedetileg fölkészülni, akár jó cselekedetekkel, akár gondolkodással? Az ember szereti a rutinokat, szereti azt, hogy valami kapaszkodója legyen. És talán könnyebb is, hogyha az ember azt mondja, hogy ezek a napi rutinjaim, ez hozzátartozik majd ahhoz, hogy az én örök életem az meglegyen. Mit tudsz erre mondani, hogy hogyan lehet erre ráhangolódni, miket lehet tenni, hogyan lehet ezeket végigcsinálni? Én nem tudom, de eleve az a tudat, tehát hogyha fölébredek, és azzal a tudattal tudok fölébredni, hogy keresztet vetek, és azt mondom, Istenem, köszönöm, hogy fölébredtem. Tehát akkor gyakorlatilag én már Isten jelenlétébe helyeztem magam. Tehát akkor tudatosítom Isten jelenlétét az életemben. Ez egy nagyon fontos dolog. És ugye ez a negatív oldalról közelítik, hogy Isten szeme mindent lát.
nem jó, hogyha ezt negatív oldalról tekintjük, hogy de jó, hogy Istenem, te mindent látsz, és hogy te minden egyes pillanatban ott vagy velem, és tudod minden léptemet, és tudod, hogy mi történik velem. Tehát ez, amikor pozitív módon, mindig pozitív oldalról közelítjük meg a dolgokat. Amikor este át tudom gondolni az én napomat, hagyok magamnak időt arra, hogy végig gondoljam azt, hogy Istenem, tényleg, hát hol is voltál te ma az én életemben? Hol nem voltam én az életemben, amikor nem azt csináltam, vagy nem úgy tettem, ahogy kellett volna? Hol voltak azok a problémák a mindennapjaimban? Na de ehhez az kell, tehát ehhez, és ez az a rutin, mert egyébként most mi az, hogy rutin? Hát rutin reggel hát fölkelünk, és akkor megvannak mindenkinek a mindennapi rutinja. Fogadmosunk és imádkozunk, vagy imádkozunk és fogadmosunk. Pontosan. De hogy ezeket be kell iktatni, nem? Igen, hogy tényleg ott van az én szívem első gondolata, vagy ott van a szívem utolsó gondolata. És egy családban azt gondolom, hogy még inkább ezt többször kiemelem, hogy egy családban élő embernek mondhatnám azt, hogy hát furcsán az ide, három imádsága van. Olyan értelemben három imádság, hogy az egyik az, amit a családommal együtt, a gyerekekkel együtt, ez általában a szokásos reggeli vagy esti ima, amit ilyen versszerűen ugye megtanulunk. Majd ott van, amikor én a házastársammal együtt is tudok imádkozni. Amikor este leülünk, amikor átbeszélgetjük a napot. Na ez például az, amikor egyfajta lelkiismeret vizsgálatot tartunk, egyfajta tehát egy napunkat átnézzük Isten előtt, és oda helyezzük egy imádságban. És nem utolsó sorban ott van a saját imádságom, amikor hát azért vannak olyan dolgok, amit talán nehezen mondok el még a férjemnek, feleségemnek is, de nem voltam olyan túl jó, de jó Istennek azért mégiscsak elmondhatom, és tudok imádkozni érte is, tehát ez a harmadik imádság. És ezek, hogyha ott vannak, akkor az azt jelenti, hogy én tudatosítom Isten jelenlétét az életemben. Akkor fontosak ezek a napi végig gondolások, ezek a minden napban legyen meg az az időszak, amikor egy kicsit arra gondolunk, hogy jó Istenem, itt vagy, fölébredtem. Jó Istenem, még mindig velem vagy, vezess egy kicsit, merre menjek, mit csináljak, hogy legyen. Tehát, hogy egy kicsit így tudatosan erre gondolni, meg hát az esti, amit mondtál, hogy legyen egy ilyen lezárása a mi napunknak, meg a mi életünknek, aztán ha már majd ott tartunk, hogy ez eljön. Igen, és azt gondolom, ami még nagyon fontos talán kiemelni, és talán most így, hogy ugye nem véletlenül mondjuk azt, hogy a liturgia az csúcs és forrás. Tehát, hogy amikor például én elmegyek vasárnap a Szentmisére, akkor egyrészt nem szabad azt elfelejtünk, hogy húsvétot ünneplünk. Mert gyakorlatilag mi a feltámadást, az egész, mondjuk így, hogy a Szent Három Nap liturgiája van belesűrítve abba a Szent Misébe, ahol Jézus tanít, ahol Jézus áldozatát és Jézus föltámadását is ünnepeljük. És azért csúcs, mert gyakorlatilag ez a legtökéletesebb módja, ahogy mi kifejezhetjük Isten dicséretünket. Gondoljuk csak meg, Isten maga hív meg bennünket az ő asztalához. Isten maga ad táplálékot, és nem is akármilyen táplálékot ad nekünk. Kérdés az, hogy elfogadjuk-e a meghívást? Mert én, ez itt rossz szó, hogy azt mondom, hogy rutinná válik, de ha már a rutinról beszéltünk, akkor azt gondolom, hogy egy idő után természetes az, hogy nem tudok vasárnap nélkül élni. Tehát nem tudok vasárnap szentmise nélkül élni. Észak-Afrikában a korai keresztény korban vértanúk voltak emiatt, mert azt nyilatkozták, azt mondták, hogy nem tudunk vasárnapi szentmise nélkül élni. Vajon már hány vértanú lenne, hogyha erről lenne szó, hogy vasárnap szentmise vagy nem? És ugyanakkor nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy igen, itt volt a Covid-járvány. És a járvány alatt voltak különféle engedmények, hogy hát az is, hogy a szentmisét televízióban nézzük. Ma azt tapasztaljuk, lelkipásztorok, hogy kényelem szempontjából sokan otthon maradtak a televízió előtt. Ami pedig már nem jelenti azt, hogy számomra így nem tud igazán csúcs és forrás lenni a szentmise. Mert akkor válik forrássá, hogyha én ott vagyok, és úgymond
az a hallgató az számomra az élő igét jelenti, és ugyanakkor az élő táplálékot jelenti az én lelkemnek, amikor a szent áldozáshoz járulok. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy aktívan vegyek részt azon a vasárnapi szentmisén, és újra emlékezetembe idézem azt, hogy én a feltámadást ünneplem, azt a föltámadást, amit húsvétkor ünneplünk, azt én minden héten újra és újra előveszem és megünneplem. Hogyha köszönöm szépen, hogy itt voltál, én most mondok neked egy olyat, hogy egyszer még a szentmisékről beszélgessünk egy külön adásban mindenképpen ennek fontosságáról, mert ahogy most itt elkezdted és erről beszéltél, én azt gondolom, hogy ezt lehet, hogy még helyre tudjuk tenni egy kicsit hosszabban, és talán jobban megértik a nézők, hogy mi is ennek a fontossága, amiben most egy kicsit engedtél bele pillantást. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, mindenkinek áldott húsvétot, és akkor várunk majd továbbra is szeretettel. Én is köszönöm a meghívást, és áldott húsvétot kívánok mindenkinek. Hírháttér című műsorunkat látták. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!